Üdvözlöm Önöket! Fornos Idé Júlia vagyok. Ez itt az Arcképmás. Ma Munkácson. Popovics Pállal fogunk találkozni, aki 5 gyermek édesapja, informatika tanár, vállalkozó és a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség elnöke. Nagy családról, értékrendről, cserkészetről. Maradjanak velünk! Vagyunk Munkácson, az egyik legszebb terén, parkjában Munkácsnak. Milyen emlékeid vannak Munkácsról? Hát csupa szép. Szülővárosom, szüleim szülővárosa. Szeretek itthon élni, családtagjaim is így gondolják, Munkács polgárok zöme is így gondolja. Na, úgyhogy jó hely. És milyen gyerekkor élmények kötnek ide? Mi volt a legjobb Munkácson gyerekként? Hát a gyerekkoromban osztálytársaimmal, barátaimmal azért sok mindent csináltunk. Elég aktív gyermekkorom volt. Sokat kalandoztunk a várban. A kiskorom egyik emléke, hogy nyáron rengeteget töltöttünk a várba. Akkor még ugye nem volt ilyen szépen felújítva. Romos volt, pont ezért bárhova be lehetett mászni. Tényleg? Alagutakat fedeztünk fel, azt hittük, hogy kincset keresünk, nagyon-nagyon izgalmas volt. Fel tudtunk mászni a vár fokára, a bástyára, kívülről másztunk fel a falon. Sok járatot így meg lehetett közelíteni, be is másztunk alagutakba, amelyek ilyen 10-20 méter után be voltak tömve, hogy be voltak omolva. A Várhegyen is találtunk járatokat, ugye nagyon kalandos, izgalmas volt. És említetted, hogy legkisebb voltál a családban, nagy családba születtél, ugye? Igen, szüleimnek 4. gyermeke vagyok. Az egyik nővérem néhány napos korában meghalt, de hát így is én lennék a legkisebb. Van egy bátyám, 8 évvel idősebb nálam, Béla, szintén nagy családos, és van egy nővérem, aki 6 évvel idősebb nálam, szintén nagy családos. Úgyhogy keresztül kasul a szűk családi kör, testvéri kör, illetve az unokatestvéri nagynéni kör is, nagybácsis kör is, és ilyen zömmel nagy családos, feleségem Ágán is. Most ugorhatnánk egy kicsit az időben azzal, hogy a nagy család a legnagyobb befektetés, de erre picit később térünk vissza. Folytassuk a gyermekkornál, az iskoláknál. Hogyan alakult ki a személyiséged, milyen iskolákon keresztül, vagy volt ennek valami köze egyáltalán a személyiségfejlődéshez? Szüleimnek, főleg édesanyámnak köszönhetően mindnyájan a Munkácsi Magyar Iskolába jártunk. Kicsi volt az iskolánk, mert akkor az volt a divat, hogy inkább az orosz, illetve az ukrán iskolába iratták a magyar szülők a gyerekeket, hát az érvényesülés, meg a karrier, meg stb. Miatt úgy gondolták jobb, hogyha oda járnak. Szüleim szerencsére nem így gondolkoztak, zeneiskolába is jártunk mind a hárman. Na, de a magyar iskola az egy meghatározó közösség volt. Abban az időben mindenki, aki az iskolába járt, az magyar gyerek volt. Hát származásilag is, identitásilag is. Más, mint manapság, főleg a szórványvidéken a magyar iskola. Ugye kevésbé tanultunk meg oroszul, ukránul, mint akik máshol itt végeztek, de ez egyáltalán nem okozott számomra hátrányt. Az iskolában nagyon jó osztályba jártam, nagy létszám osztály volt, 41-en kezdtük az első osztályt. Nagyon az jó igen. Tanítónénink volt, az Ani néni, Mauszki Ani néni. Nagyon aktív osztály volt, tehát iskolai rendezvények szervezése, vezetése, vetélkedők, gondolom, aktív részvétel jellemezte az osztályunkat, és az aktivitás aztán sokunkat tovább vitt a felnőtt életbe is. És hogy lett ebből pedagógus? Az iskola elvégzése előtt fél évvel még nem tudtam, hogy milyen pályát fogok választani, de annak is története van. Nővéremet látogatta meg Ungváron, ő az orvosi karon tanult akkor,
és hát elvitt a kollégiumba, utána mentünk hazafelé, és kérdeztem, hogy ezek még milyen épületek. Mondta, hogy hát az a fizikusoknak a kollégiuma, és akkor elkezdett mesélni a fizikusokról, hogy milyen jó, aktív diák életet élnek, és mondom, nekem ez kell. És hát így döntöttem, hogy akkor a fizikusi pályát próbálom meg, és fizikatanári diplomát kaptam az egyetem végén, és hát állást kerestem. Eljöttem az anyaiskolámba, az igazgatónkat megkérdeztem, hogy lenne hely számomra, azt mondta, hogy lenne, de fizikusként nem tud alkalmazni, mert arra van tanára, viszont informatika tanára nincs, meg napközise sincs, úgyhogy úgy kezdtem, hogy napközis tanár és informatika tanár. Úgyhogy fizikát nem is tanítottam. Azóta sem. Azóta sem. Megtetszett az informatika. Az informatika még az egyetemen tetszett meg, ismerkedtem a programozással, akkor még komoly számítógépekre, mint Commodore 64, meg társai, és akkor ez úgy megragadott, hogy ez izgalmas terület. Hát így lettem számítástechnikus. Aztán persze önmagamat kellett tovább képezni az iskolában, azért helytálljak. Informatika tanárként is inkább azt mondom a diákoknak, hogy könyvet a kézbe, mars ki focizni, vagy fára mászni, vagy udvarolni, nincsen órákat a gép előtt ülni. De sajnos ezt nagyon kevesen fogadják meg. Akkor hogy indult el a nagy családos lét? Előtte volt egy ismerkedés. Igen. Meg kellett ismernem a jövendőbeli páromat. És mi egyetemisták néhányan, ilyen 10-12-en körülbelül, amikor már szabad volt, akkor eljártunk egy ilyen egyetemi hittanos alkalmakra, ami túlzás, hogy hittanos alkalmak voltak, hanem inkább jó beszélgetések. Ortuta Jellemér bácsihoz jártunk fel a lakására, és hát igazából ezen az alkalmon, egy novemberi esti alkalmon ismerkedtem meg később párommal, és hát úgy döntöttem, hogy ő az igazi. Meg kellett hódítanom. Ez egy néhány hónapos időszak volt, sikerült elhódítanom, és utána még 6 évig ismerkedtünk egymással, és utána összeházasodtunk. Született ebből a házasságból több csodálatos gyermeketek, akiknek igazából a keresztneveikre vagyok kíváncsi, mert egy beszélgetésünk alkalmával felmerült az, hogy hogyan nevezzük el a gyereket úgy, hogy ne lehessen lefordítani. Tehát ebben is volt némi kis dac, vagy identitás megőrzés. Mielőtt összeházasodtunk volna, azért ez témaként felmerült, hogy hány gyereket szeretnénk vállalni, és a 4 volt az, amiben megállapodtunk. Hát úgy jöttek a gyerekek, tehát nem terveztük, tehát hogy a Jóisten adja. És megszületett mind az 5 gyerekünk 10 év alatt. Hát a nevüket azt tudományos módszerrel választottuk ki. Ugye nem szerettünk volna olyan nevet adni, aminek van ukrán megfelelője. Olyan nevet sem szerettünk volna adni, amit ukránul fonetikus átírással másképp írnak, másképp ejtenek. Így lett közös döntés alapján az első gyermekünk Bence, második Emese, harmadik Kende Pál, negyedik Zente, és ötödik pedig Piroska Csenge, ő a ráadás. És hogyha most fonetikusan is nézem, csupa E betű. Igen, ez piros, is tudatos? Igen, ez abszolút tudatos, mert ugye csak olyan magánhangzókat választhattunk, ami az ukránban is ugyanúgy megvan, és ugyanúgy hangzik. Tehát A betűst nem választhattunk, mert olyan nincs. É betűse, Ü betűse, stb. Stb. Perspektíva lehet az,
hogy az ember a Munkácsi Magyar Iskolában informatika tanár? Hát attól függ, kinek mi a célja, mi az értékrendje, mi a feladata. Tehát a tanári munkából nem lehet egy családot eltartani. Tehát ha innen nézzük, hogy perspektíva-e informatika tanárnak lenni, akkor azt mondom, hogy nem. Ha onnan nézzük, hogy megbántam-e, hogy tanár lettem, és itt most a tanárom van a hangsúly, nem az, hogy informatika tanár, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem. Tehát én tényleg hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre a pályára terelgetett, mert ez egy izgalmas terület. Ahány gyerek, annyi féle, tanárnak pedig minden gyerekhez valahogy úgy saját egyéniségéhez mérten kell viszonyulnia, hogy valamit kihozza, nem csak tudásilag, hanem picit nevelésileg is, közösségépítésileg is. De emellett ugye mással is kell foglalkozni, hogy az ember a családját is el tudja tartani. Úgyhogy sok kollégámhoz hasonlóan én sem kizárólag tanítok, és ebből keresem a napi betevőt, hanem mással is próbálkoztam. Több mint 20 éve nyomdai előkészítéssel foglalkozok, folyóiratok, könyvek, újságok tördelése. A vállalkozásomon belül azért más területek is vannak. Programszervezés, konferenciaszervezés. Most néhány éve bővítettem a profilt, pólónyomtatással is foglalkozom. Úgyhogy így próbálok annyi bevételhez jutni, hogy azt mondhassuk, hogy nem panaszkodunk. És azt hogy látod, hogy a gyerekeid mennyire látják itthon a jövőjüket, vagy mennyire tudatos nevelés az, hogy lássák meg itthon a jövőjüket? Én szülőként nem szeretném a gyerekeim helyet eldönteni, hogy hol képzelik a jövőjüket, viszont szülőként azt megadtuk nekik, hogy az itthont, az otthont, a szűk környezetüket, vagy tágabb értelemben Kárpátalját megismerjék és megszeressék. Lesz gyökerük, fogják tudni, hogy identitásilag hova tartoznak, és ebből a sok szépet jót biztos, hogy bárhova el tudják vinni maguknak. Szeretik az otthonukat, szeretik Munkácsot, szeretik Kárpátalját. Ketten Magyarországon tanulnak, de amikor csak tudnak, hazajárnak, ott is furcsa mód a saját fajtájukkal találkozgatnak, kárpátaljakkal, munkácsiakkal, illetve cserkészbarátokkal. A Munkácsi magyarok találkozója, az kinek a fejéből pattant ki, véletlenül nem a tiédből? A cserkész csapatunk a Munkácsi várban több éven keresztül szervezett családi napot, magyar családi napot. Ez egy egész napos rendezvény volt, a várat megkaptuk ingyen a vár akkori igazgatójától, és rengeteg programot hoztunk. Mi cserkészek szerveztünk, meg vezettük a programokat, mindig május végén, Zrínyi Ilona születésének a napjához közeleső szombaton volt. Utána igazgatóváltás történt a várba, és már nem engedtek be minket. Sok év után a cserkész csapatnak a vezetése azt találta ki, hogy újjáélesztjük ezt a családnapot, csak már nem a várban, hanem a magyar iskolában, és akkor nem családnapnak fogjuk nevezni, hanem Munkácsi magyarok találkozójának. És ez nagyon jól sikerült, annyira jól, hogy idén volt a 10. Munkácsi magyarok találkozója. Ezt a találkozó 10 éve kizárólag a Munkácsi magyaroknak az önkéntes munkájával, a Munkácsi magyarok anyagi vagy egyéb támogatásával csináljuk, munkácsi vállalkozók, szervezetek, egyházi közösségek támogatásával, és sosem pályázunk rá sehova. És mindig nyereséges a találkozó, és a nyereséget mindig valamilyen jótékony célra felszoktuk ajánlani, úgyhogy hogy ez egy olyan találkozó, amire minden munkácsi nagyon büszke. És erre a találkozóra tényleg, aki csak tud,
azok közül, akik külföldön élnek ideiglenesen vagy véglegesen, azok közül nagyon sokan igyekeznek erre a találkozóra időzíteni a hazajövetelüket, az osztálytalálkozójukat, vagy csak ugye a rokoni baráti találkozójukat is. Az utóbbi években már ilyen 400-500-an gyűltünk össze, kicsik, nagyok. Tehát a leghangsúlyosabb része a Munkácsi Magyarok találkozójából a találkozó. Tehát tényleg ezért jönnek ide. A többi már csak körítés. Tehát az, hogy lehet programokon részt venni, lehet tombolázni, 5 órán keresztül a közösség programot ad a színpadon. Ez tényleg már csak a körítés, de annak az öröme, hogy találkoznak, annak az örömét nem tudjuk mással pótolni, és tényleg igényli mindenki, hogy ez legyen. Többször említettünk már egy bizonyos fogalmat, és fel is csillant a szemed, amikor elkezdtél róla beszélni, hiszen életed szerves része a cserkészség. Hiszen a Kárpátai Magyar Cserkész Szövetségnek elnöke is vagy, és ez már ilyen több mint negyed évszázadra tekint vissza. Mi a cserkészet lényege számodra? Vagy miért tart ez a hivatás, ha így fogalmaztál 28 éve? Közösség, játék, vidámság, kaland, hagyomány, Isten, természetjárás, természetszeretet, a másik emberről való gondoskodás, vagy legalább a foglalkozás vele. Tehát sok-sok mindent jelenthet a cserkészet. 23 éves voltam, amikor elkezdtem cserkészkedni, tehát én felnőttként csöppentem bele a mozgalomba, fogalmam sem volt, és a mai napig sincs, hogy milyen gyerekként cserkésznek lenni. Tehát igazából a gyerekek neveléséről, az ő útjuknak az egyengetéséről szól a cserkészet. Én ezt gyerekként nem tudtam megélni, felnőttként csöppentem bele, végzős egyetemista voltam, amikor cserkészvezető lettem, és akikkel együtt kezdtük Kárpátalján cserkészetet. Felnőttként kezdtük azt, hogy gyerekeket hívtunk be a mozgalomba, olyan gyerekeket, akinek szintén fogalmuk se volt, mi ez a cserkészet, de ott ragadtak, és nekünk ez egy nagy élmény volt, hogy heti rendszerességgel találkozunk a fiatalokkal, ősi foglalkozásokat tartunk. Nekik is egy nagy kaland, újfajta, új típusú közösségben élhették meg a fiatalságukat. Akkor éppen megszűnő fényben volt az úttörő mozgalom, akkor még az egyházak nem kezdtek el olyan aktív működés, hogy létrejöttek volna mindenfelé a hittanos közösségek, és a cserkészet volt az, ahol ezek a fiatalok megtalálták azt a közösséget, amiben szerettek ott lenni. Ugye a cserkészet ez egy önként vállalt meló a felnőtt vezetők számára is, szabadidőnkben sokszor a saját pénzünket követve rá, de mindig kapunk ellenértéket, tehát mindig megkapjuk, főleg a gyerekek részéről azt a csillogó szemet, azt az örömöt, azt a lelkesedést, utána a szülőktől meg visszakapjuk szintén a gyerekek meséit, élményeit. Tehát ez éltetett sokáig, utána pedig sok-sok év után már szülőként az adta a plusz töltetet, amikor a gyerekeim kerültek olyan korba, hogy már cserkészkedhetnek, és akkor saját gyerekeimen keresztül látom, hogy ez nekik mennyire fontos, mennyire jó, illetve azokat a cserkészeimet hallgatva, akik felnőttként beszélgetnek arról, nem csak nekem, hanem minden akkori cserkészvezetőjének, hogy az ő fiatalságának, az ő iskoláskorának, az ő gyerekkorának
a cserkészet az egy akkora alapot jelentett, egy akkora pluszt jelentett, hogyha ez nem lett volna, akkor úgy érzi, egy unalmas, egy szegény fiatalkora lett volna, és felnőttként, szülőként is tud a gyerekkorában kapott sok-sok élményből, sok pozitívumból, sok nehézség leküzdéséből energiát táplálni. Most már hozzád kötődik a legrégebbi tábor szervezése is, a Munkácsi zenei tábor, ami főleg komoly zenei tábor. És ez egyben arról is szól, hogy a zenéhez is kötődsz igen erősen. Azt szeretnék, ha mindenki kötődne a zenéhez. Nálunk az egész család foglalkozik a zenével. A testvéreim is zenéltek, az ő gyermekeik is, az én gyerekeim is mind zenélnek. Magam is szeretek zenélni. Munkácsi zenei tábor ötlete 1989-ben pattant ki, néhány zenekedvelő fiatal fejében. Munkácsi meg budapesti rokonok összeültek, és hú, milyen jó lenne, hogyha csinálnánk egy zenei tábort Munkácson. Meg is ijedtek kicsit az ötlettől, mert akkor ez még Szovjetunió volt, hogy hú, hogy csinálunk Szovjetunióban egy komoly zenei tábort. Ami nem pionírtábor, úgy minden nélkül. De ez az ötlet belelkesített sok mindenkit, úgyhogy egy év múlva, szintén zömmel rokoni alapon, Munkácson, ugye az 1990-ben volt, megvalósítottunk egy 10 napos komoly zenei tábort, aminek volt egy kamara együttes része, meg volt egy 4 szólamú kórusa, és amivel 2 koncertet is adtunk, Munkácsa meg Nagyszörös, és nagy siker volt, teltházas koncert adott a zenei tábor. Tehát például a zenei tábor egyik alapítója, a karmestere Keselyák Gergely, aki ma azért nem csak Magyarországon, hanem sokfelé külföldön is egy elismert komoly karmester. Vele kezdtük, utána az öccse vette át a budapesti szervezésnek a részét, én pedig a bátyámtól vettem át az itthoni szervezés részét. 20 évig megállás nélkül minden évben megszerveztük ezt a tábort, volt, hogy 70-en is voltunk, a magyar iskolában laktunk, az osztálytermekben, hálózsákban, magunk főztünk a konyhában, magunk szerveztük a programokat, kirándulásokat, és zömmel önköltségen, tehát kis mértékben a Rákóczi Szövetség támogatta ezt a tábort, de azért zömmel a résztvevőknek a saját pénzéből lett megvalósítva. Utána jött egy hosszabb szünet, és idén nagy örömünkre sikerült újra indítani a tábort. Annyiban változott a korábbi évekhez képest, hogy sok generáció vett részt a táborban, tehát voltak 10 évesek is, meg voltak 50 évesek is, és mindenki nagyon élvezte, hogy együtt zenélhet. Tehát hogyan tudnád te összefoglalni saját magadat? Hát nem is tudom. Van, amikor a feladat megtalálja az emberét, valamikor keresni kell feladatokat. Én hiszem azt, hogy azért vagyunk itt a Földön, hogy elvégezzük a dolgunkat. Ezek a dolgok vagy megtalálnak bennünket, vagy nekünk kell ezeket a dolgokat felkutatni, feladatokat felkutatni. Az én esetemben mind a kettő előfordult. Hát a fő feladatom az, hogy a gyerekeim azok úgy nőjenek fel, hogy megtalálják a helyüket a nagyvilágban, legyen határozott értékrendjük, tudjanak hova visszanyúlni, de fontosnak tartom a nevelésben, a pedagógiai munkában azt, hogy a saját példákon keresztül tudunk legjobban tanítani. Hát nagyjából ennyi. Hát én főleg családapaként tudom magamat beazonosítani, a többi az úgy még hozzácsapódik az emberhez. Mi ad mindenhez erőt, meg időt? Honnan? Energiát? Idő mindig van, tehát igazából csak jól kell beosztani. Tehát minden fontosra jut idő. Feleségemtől nagyon sok segítséget kapok, hiszen vele együtt csináljuk ezt a kis kalandot, ami itt a földi életünkről szól. Azért nem végzem minden munkámat jól,
nagyon kritikus vagyok magammal szemben, sokszor vagyok elégedetlen, de azért örülök annak, hogyha vannak mások által is elismert eredményeim. Hát azt kívánom, hogy minél több jóra jusson idő. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Ide, hajtás, ide, úgy. A viharban csak az a fa marad állva, amelynek mélyen vannak a gyökerei. Müller Péter. Ma Popovics Pállal beszélgettünk, ismerkedtünk. Ahogy ő sem, én sem próbálkoznék azzal, hogy összefoglaljam munkásságát. Ahogy ő mondaná, mindenkit a tettei alapján ítéljenek meg. Várom Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!